Régi barátok és új családok találkoztak a sérült fiatalok nyári táborában Kovácspatakon. A természet közelsége, az őszinte baráti együttlétek, beszélgetések és a vidám programok teszik közkedvelté évről évre a Sárga Rózsa Polgári Társulás táborát. Gyönyörű kilátás, ami nagyon pazar, ami a legjobb barátokkal töltött napok. Örülök, hogy létrehozták ezt a tábort. Nagyon sok új barátot szedtem össze, és nagyon jó élmény itt lenni. Édesanyámmal érkeztem, és ma érkezik a nagymama. Jut itt lenni, jó idő van. Itt le voltunk, fűteni voltunk, kiáldultunk a többiekkel, a csoporttal. A fiatalok szüleikkel érkeztek a táborba, s a közös foglalkozások mellett arra is jutott idő, hogy a szülők megosszák egymással tapasztalataikat, és szakembertől kérjenek tanácsot, hiszen egy fogyatékkal élő gyermek nevelése külön odafigyelést, törődést igényel. Igyekeztünk közös programokat is beiktatni a tábor idejére, és olyan programokat is, ahol külön a gyerekek és külön a szülők. A szülőknek is igyekeztünk úgy, hogy legyen tartalmas program is, ahol tanulnak és megtudnak valami újat, de legyen egy kis szórakozás is. Pszichológus látogatott el hozzánk néhány napja, ő tartott egy előadást a szülőknek, utána pedig maradt még néhány órát, volt a szülőknek alkalma individuálisan is beszélgetni a pszichológus nővel. A tábor családias, vidám hangulata mindenkit magával ragad. Ami a rohanó világból hiányzik, azt itt megtaláljuk. A fiatalok biztatják egymást, örülnek a másik sikerének, és nem restek arra sem, hogy a másiknak azonnal segítsenek. Ez a harmadik táborom, de nagyon jól érzem itt magam. Így fontos, kreatív emberek között lehetek, és annak örülök, hogy itt elfogadnak és megértenek. Örülök annak is, hogy olyan vagyok, amilyen, mert nem a külső számít, hanem a belső érték. A táborban valóban nem számítanak a külsőségek, sokkal inkább az, hogy kimutassák a megélt pillanat örömét, a feltétel nélküli szeretetet. Annyi szeretetet kapunk tőlük, hogy Áron például a nap 24 órájában szerintem 120-szor megölel, és azt mondja, hogy szépségem, meg hasonlókat, és... Már most aggódom attól, hogy mi lesz, hogyha hazamegyek, hogy otthon az a magány, ami vár rám. Úgyhogy várom ezért szeptembert is, hogy újra tanítsak. Empátiára, egymás kölcsönös elfogadására tanít ez a néhány nap. Vallják a táborozók és a szervezők, akik egy évre elegendő szeretetadaggal felvértezve várják a következő nyári tábort.